Hare Krishna. Hare Krishna. Emlékeztek, egy pár héttel ezelőtt mutattunk, hogy hogy állunk a nyitás előtt. Most már megnyitottunk. Kurusesta Prabhu, kérlek mondd el, hogy hányan, tegnap volt az első nap, és most hányan vannak, hányan voltak tegnap, és mi a közérzeted? Hare Krishna. Igen, tegnap volt az első napunk, tegnap nyitottunk. Nagyon-nagyon boldogok voltak az emberek, már alig várták, hogy lehessen rendes vegán és vegetáriánus ételeket kapni itt Szombathelyen. Voltak itt olyan 55-en körülbelül, és nagyon sokan úgy jöttek, van, aki már ma is itt van, már itt áll a sorba, hogy jönnek vissza, és akkor minden nap itt lesznek, és jönnek. Brigádok voltak itt tegnap, akik átjöttek innen a szomszéd irodákból. Tehát, hogy sokan voltak, és mindenki elégedett volt. Azt mondták, hogy isteni. Nagy öröm. Akkor most felveszünk körbe baktáknak, mert múltkor felvettünk, mikor mielőtt kész vagytok. Mindjárt megnézzünk, hogy a konyha most már hogy néz ki. Igen, mert akkor még nem volt beüzemeltetve tűzhely. És egy kicsit a vendégteret is, meg a praszádámot felveszünk. Jó. Jó? Köszönjük szépen. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna mindenkinek. Biztos mindenki kérdezne, és akkor hogy ment az első nap? Általában ezt szoktak kérdezni riportőrök. Akkor, hát első nap az tegnap volt, ma van a második. Mikor kezdtél, hány órakor kellett kezdeni? Fél hat. Kezdtem, igen. És meddig tartott? Hát tegnapi nap az 3:30-ig tartott. Mai nap nem tudom, még most csak 11:30 múlt, úgyhogy még nem tudom pont meddig fog tartani. Hány preparációt főztél? Jó kérdés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, talán 8. 8 vagy 9. És hány főre? Hát ma, tegnap 90 főre főztem, ma 80-ra. Mert hogy ugye kicsit kevesen volt, nem voltak olyan sokan tegnap, és akkor nem akarom, hogy túl sok maradjon, akkor inkább megyek most lefelé, aztán majd megyünk fölfelé, mert szerintem a napokban meg már fölfelé fogunk menni. Igen, nem voltak olyan sokan, nem voltak 90, nem? Hanem csak 70-en volt. Az első nap szóval, az jó. Csak úgy ahhoz képest nem voltak, hogy amennyi adagot főztem. Mielőtt nyílt az étterem, csináltam itt videókat, hogy nézett ki, semmi nem volt itt beszerelve. Az mindjárt meg is mutatjunk kedves nézőnknek. Jó, köszönjük szépen, akkor tegnap Srila Sivarama Maharaj azt írta, hogy hajrá. Igen, köszönöm szépen. Ránk fér a biztatás, úgyhogy... Köszönjük. Hare Krishna mindenkinek, Haribol.